Jó estét kívánok! Önök az Esti Mérleget látják. 2018. májusában új megbízott parancsnoka lett a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokságának, így a mai műsorban szeretnénk önöknek bemutatni Mihóca Zoltán vezérőrnagyot, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokságának megbízott parancsnokát. Jó estét kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kezdjük, köszönöm a meghívást! Több aktualitásról is beszélnünk kell a mai műsorban, de kezdjük először egy kellemes hírrel, hiszen nem is olyan régen egy elismerést vehetett át az Amerikai Légierő Vezérkari Akadémiától, akik ugye minden évben elismerik azokat a volt hallgatóit, akik hazatérve Magyarországra egy nagyon szép pályafutást tudhatnak magukénak, és ezzel ugye öregbítik az akadémia hírnevét. Szeretettel gratulálunk ez az elismeréshez. És még annyi háttérinformáció nézőknek mondom, hogy az elmúlt 32 évben 99 ország képviselőinek a nevét helyezték el a Csarnokban található nemzetközi dicsőség falára, és hát idén Mihóca Zoltán neve is felkerült. Hogyan fogadta ezt az elismerést? Először is még egyszer köszönöm szépen a meghívást. Röviden erről az elismerésről. Nagyon váratlanul ért ez az elismerés, hiszen maga a kritérium, aminek meg kell felelni, hogy haderőnemi főnök legyen valaki otthon a nemzeti hadseregében vagy a fölött. Tehát ezt az elismerést még összhaderőnemi parancsnokság törzsfőnökeként kaptam, ami megfelel ennek a követelménynek, azonban nagyon nem számítottam rá. Nagyon nagy örömmel fogadtam és boldogan utaztam ki átvenni ezt az elismerést, ami azt gondolom, hogy nem csak személynek szól, hanem nemzetnek is szól, mutatja azt, hogy a Magyar Honvédség hogy viszonyul ehhez az akadémiához, illetve az akadémia hogy elismeri ezeket az előmeneteleket. Az akadémiához milyen kapcsolat fűzi a napjainkban? Hát napjainkban már egy elég laza kapcsolat fűz ehhez az akadémiához, leginkább az évfolyam társaimhoz, akikkel együtt tanultam, velük is sokkal szorosabb kapcsolat, sokkal gyakrabban beszélünk, vártunk e-maileket, nagyon sokan közülünk egészen komoly pályafutást futottak be, például a kanadai kollégám, aki jelenleg éppen nyugállományba vonuló kanadai vezérkarfőnök helyettes, vagy a holland osztálytársam, aki még most is aktív altábornagyként a holland légierőnek a parancsnoka. Velük komolyabb kapcsolatom van, napi kapcsolatom. Egyébként hogy zajlott ott az oktatás? Hogy kell ezt elképzelni? Az oktatás egy nagyon érdekes szisztéma szerint zajlik. 245 hallgató volt azon az évfolyamon, 2004-2005-ről beszélünk, ebből 45 fő külföldi volt, 45 különböző nemzetből. Szétosztva különböző szeminárcsoportokban, jelesül abban a szeminárban, ahol én is tanulhattam, hárman voltunk, egy mexikói, egy izraeli és jó magam. Előadásokat hallgattunk, aztán ezeknek az előadásoknak a feldolgozása folyt szemináárcsoportokban, majd természetesen vizsgakötelezettség is volt. Volt ez szóban, írásban, illetve a végén egy nagy gyakorlat keretében is számot adtunk a megszerzett tudásunkról. Menjünk picit vissza a kezdetekhez, ahhoz az ötlethez, hogy miért választotta ezt a hivatást. Hát igazán családi indítatásról tudok beszámolni, hiszen édesapám is honvéd tiszt volt. Az ő pályafutását gyermekként látva döntöttem el már a középiskola elején, hogy én is a katonai pályát fogom választani. Így kerültem érettségi után a Karikás Frigyes katonai kollégiumba, ahol az ösztöndíjasok tanultak, és én igazán Belorussziában tanultam 1980 és 86 között, ott szereztem villamosmérnöki diplomát, majd 86-ban avatnak katonatiszté. És ezek után mi történt? Ezek után a szolgálatomat azt a honi légvédelmi rakétacsapatoknál kezdtem meg, az első 11 évem az csapatszolgálattal telt, különböző beosztásokban haladtam előre a ranglétrán, és végül is 1997. decemberében fejezem be a csapatszolgálatot, akkor dandár haditechnikai főnökeként távozom a honi légvédelemből. Bekerülök a Honvéd vezérkarhoz, és a Honvéd vezérkarnál különböző beosztásokban, mint hadműveleti, mint haderőtervezési beosztásokban szolgáltam. Közte voltak külszolgálatok is, voltak tanulmányutak, mint például ez a légvédelmi légierő vezérkari akadémiája, emellett pedig külszolgálatok is voltak, 99 és 2002 között
a csatlakozás után Verónában szolgáltam, illetve 2011 és 2013 között, bocsánat, Brüsszelben katonai képviselőként szolgálok. Milyen tapasztalatokat adott ez, mondjuk a külföldi szolgálat? Külföldi szolgálatok mindenképp segítették egy szélesebb látókör kialakulását, segítettek más aspektusoknak a számbavételét is, azonban azt nem szabad elfelejteni, hogy a nemzet nemzeti haderőt épít, és itt nemzeti aspektusok vannak, úgyhogy igazán a szélesítésben segít, de a megoldásokat azokat itthon kell keresni, és itthon kell megtalálnunk a fejlődést és a megoldásokat. Ma mennyire jellemző az, hogy ezt a hivatást választják? Ugye ez egy életpályamodellt is mutat. Igen, azt gondolom, hogy ez egy életpályamodell, főleg bizonyos beosztásokban mindenképpen annak tekinthető. Én azt hiszem, hogy az új generációban megjelent egy hazafias vonulat is, egyfajta vágy arra, hogy szolgáljon a honvédelembe, ha nem is aktívként, de akkor tartalékosként. Én azt hiszem, hogy a jelen generációk megértették azokat a nemzetközi kihívásokat, amiket körben tapasztalunk, hogy erre válaszul nekünk is erősíteni kell a honvédelmünket, erősíteni kell azt a képességet, amivel hazánkat meg tudjuk védeni. Ennek egy nagyon fontos példája jelenleg az Rényi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program, amely keretében képességeket fogunk fejleszteni, nem csak az aktív, hanem a tartalékos állomány növelése is célja a vezetésnek. Ehhez a kormány a megfelelő erőforrásokat, pénzügyi erőforrásokat is hozzárendelte, úgyhogy a képességek fejlesztése is folyik jelenleg. Én azt gondolom, hogy ezek mind olyan irányokat mutatnak, nem csak a katonáknak, hanem a civil társadalomnak, amivel még vonzóbbá lehet tenni ezt a pályát, hiszen 21. századi technika jelenik meg a haderőnél, hiszen olyan képességeket érhet el az egyén is ezen haditechnikák üzemeltetése során, ami tényleg válasz a 21. század kihívásaira. Milyen területeken mozoghatnak egyébként azok, akik ezt a hivatást választják? Egészen széles területeken mozoghatnak, hiszen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika zászlója egy teljes spektrumát fogja át annak a tiszti hivatásnak, amit mi is elkezdtünk annak idején, tehát lövésztől egészen a híradóig képesek oktatni, képesek olyan tiszteket képezni a magyar honvédség számára. Így azt gondolom, hogy az oda jelentkező érettségizett fiatalok is egész széles spektrumban tanulhatnak. Természetesen egy furcsa kettős jogállásban vannak, hiszen egyetemi polgárok is a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, mellette pedig a Ludovika zászlóaljnak katonái is, tehát egyfajta szoros katonai rendben is teljesítenek ők szolgálatot ott. Laikusként napjainkban azt lehet látni, hogy egyre többen választják, ahogy beszéltük is ezt a szakmát. Ugye a sorkatonai szolgálat, amikor még megvolt kötelező jelleggel, akkor viszont nem nagyon akartak a fiatalok menni. És ugye nagyon sokan kibúvókat találtak, hogy miért nem megyünk. Akkor ezek szerint mégiscsak egy olyan vonzó életpálya ez, ami mindennapi megélhetésben is biztonságot adhat mondjuk azoknak, akik ezt választják. Azt gondolom, hogy így van. Talán az emberi természetre jellemző, hogy amit kötelezővé teszünk, ott igyekeznek az emberek ellenállni. Itt most mindenképpen azt tapasztalható, hogy nem csak a hivatásos, de a szerződéses állománynál is van egyfajta érdeklődés, van egyfajta bejövetel, nagyon komoly toborzó tevékenységet folytat jelenleg is a Magyar Honvédség, konkrétan a hadkiegészítési és felkészítési parancsnokság, akinek ez feladata a toborzás végrehajtása, érdeklődők vannak, csatlakoznak hozzánk, igen, egészen jó megélhetést lehet elérni az itteni pályával, ami segíti nyilvánvaló vagy egy élethosszig tartó pálya kialakítását, vagy egyfajta segítséget a következő életpálya ciklusok megkezdéséhez. Egyébként milyen feltételek kellenek ehhez? Ugye hát nyilván iskolát is lehet végezni, de hogyha mondjuk valaki szeretne pályát módosítani, akkor milyen lehetőségek vannak? Tehát az egyszerű szerződéses katona számára fizikai, pszichikai és természetesen iskolai végzettségi feltételek vannak. Ezek a toborzó irodákban ismertek, oda kell fordulni a toborzó irodáktól, viszont végig tudnak menni egy olyan
ellenőrzési folyamaton, amikor mind a fizikai felkészültségüket, mind az egészségügyi állapotukat Magyar Honvédség egészségügyi szervei ellenőrzik, itt megtörténnek azok a próbatételek, testnevelési felmérés próbatételek, amik aztán biztosítják, hogy megfelelő fizikai állapotban a szolgálatokat tudják teljesíteni, és ezek után megtörténik a szerződés, és különböző katonai alakulatoknál szerződéses katonaként tudnak katonai szolgálatot ellátni. Beszéljünk egy kicsit akkor az ön megbízatásáról. Ugye májustól ön lett az összaderőnemi parancsnokság megbízott parancsnoka. Milyen feladatokat ró ez önre, és milyen céljai, távlati tervei vannak mostantól? Igen. Előtte összaderőnemi parancsnokság törzsfőnökeként szolgáltam, és Koron Ferenc altábornagy úrnak voltam a törzsfőnöke, aki jelenleg a Honvéd vezérkar főnöke. Én azt gondolom, hogy amikor januárban akkor Korom vezérőrnagy úr megérkezett a parancsnokságra, és elkezdte itt parancsnoki szolgálatát, akkor ő nagyon komolyan megmutatta azt az utat, hogy merre kell ennek a parancsnokságnak tovább menni. Talán a mottójából három gondolatot emelnék ki, a nemzeti érdekeket, a csapatmunkát, és hogy hittel végezzük tevékenységüket. Amikor átvettem ezt a parancsnokságot májusban, én ezen nem kívántam, és nem is változtattam azóta sem. Én nagyon hiszek abban, hogy a nemzeti képességeket kell fejleszteni a nemzeti érdekek mentén, ezt csak együtt tudjuk végrehajtani, és hittel abban, amit csinálunk. Én ezt folytatom, én ebben látom ennek a parancsnokságnak a jövőjét. Tehát akkor nagyon nagy változásokra nem kell számítani, hanem ami eddig elindult, azt folytatják. Abszolút, ezt fogom folytatni, és nyilvánvalóan az elöljárói elvárásoknak megfelelően úgy, ahogy ezt a katonai vezetés majd kívánja, a maga parancsnokság is változni fog, azonban jelenleg folytatjuk ugyanezt az utat. Beszéljünk egy kicsit a migrációról, hiszen egy állandó probléma. Mondhatjuk, hogy önök is nap mint nap érzik azt, hogy ugye helyt kell állni ez ügyben. Milyen kihívásokat jelent ez önöknek? Igen, komoly kihívást jelent a Magyar Honvédség számára, hiszen a kezdetektől fogva segítjük a rendvédelmi szervek munkáját lent a déli határon, járőr tevékenységgel, illetve különböző olyan információgyűjtő tevékenységgel, amivel meg tudjuk gátolni, akadályozni tudjuk a migráció folyamatát. Ez komoly kihívás, hiszen emellett lényegesen kevesebb időnk, energiánk jut a felkészítésre, a különböző gyakorlatok végrehajtására. Azt azért tudnunk kell, hogy a Magyar Honvédség alaprendeltetése az, hogy a honvédelmére felkészüljön, ez pedig úgy éri el, hogy különböző kiképzési rendezvényeken, mozzanatokon, adott esetben gyakorlatokon vesz részt. Ezt össze kell hangolnunk azzal a közös akarat feladatrendszerrel, amit a politikai vezetés és a katonai vezetés is prioritásként jelzett számunkra, és hajtunk is végre folyamatosan. Ez a tevékenység lent komoly emberi erőforrásokat igényel, és komoly pénzügyi erőforrásokat is igényel. Hajtjuk végre ezt a feladatot, folyamatosan lent vagyunk a határon, manővererőkkel is, ahogy említettem már, felderítő erőkkel is. Szám szerint egyébként hányan teljesítenek most ott szolgálatot Fehérváron? Itt Fehérváron most közel 1500-an teljesítenek szolgálatot az alárendelt alakulatokkal is. Ugye itt nem csak a Magyar Honvédség összhadelőn parancsnoksága van, hanem két közvetlen katonai szervezetünk is van. Az egyik a 43. ezred, a másik pedig a 93. zászlóhajt teljesíti szolgálatot. Az egyik a 43-as segíti azt a vezetés-irányítási funkciót, különböző technikai eszközökkel, híradó berendezésekkel, amit a parancsnokságnak kell végezni. A 93. pedig egy vegyvédelmi zászlóhaj, amelyik a különböző vegyvédelmi védelmi rendszerekben tud szerepet játszani. És hát ugye külföldön, külhonban is teljesítenek, nagyon sokan szolgáltatott állandó missziók vannak. Hányan vannak most ők, és mit lehet tudni az ő misszióikról? Milyen gyakran jönnek, mennek, váltanak? Tehát ami a mi mandátumunk az az, hogy közel 1000 főt tartunk külföldön, a Magyar Honvédség közel 1000 fős missziós katonával vesz részt különböző missziókban, különböző földrészeken. Ez nem csak NATO és EU, de EBS misszió és ENSZ misszió is. Különböző földrészeken. Nyilván itt a hangsúlyok nagyon fontosak, ahogy az Magyarország gazdasága
és védelme szempontjából is fontos ez a Nyugat-Balkán. A Nyugat-Balkánon jelenleg szolgálnak a legtöbben, ahogy EUFOR-ban is láthatta ezt Cserpalkovics polgármester úr, ott is vannak katonáink, egy századnyi erő és törzstisztek is szolgálnak az EUFOR és a NATO parancsnokságon is Szarajevóban, emellett pedig Pristinában, a KFOR-ban van egy nagyobb kontingensünk, ahol egy zászlómennyi erő adja most a harcászati tartalékot, és a KFOR-ban is magyar tábornokot is adunk, jelenleg a KFOR parancsnok helyettese is magyar beosztás. Emellett szolgálunk Irakban, szolgálunk Afganisztánban, szolgálunk az afrikai kontinensen különböző EU-s kiképző missziókban, és ahogy említettem, különböző fegyverzet ellenőrzési missziókban, ENSZ missziókban is, ugyanez Nyugat-Szaharában található, és találunk katonákat például Grúziában is. Ugye az előbb pont polgármester urat említette, hiszen nemrégiben ugye a Magyar Honvédség napjához kapcsolódóan elkísérték, illetve hát Cserpalkovics András polgármester úr elment Szarajevóba és megnézte az ottani fehérvári katonákat és az üdvözletét elvitte. Mekkora erőt jelent ez, illetve mekkora kihívást jelent önöknek ezeket a átcsoportosításokat elvégezni? Nyilvánvalóan nem kis kihívás, hiszen misszióban a katonák általában 6 hónap időtartamban vesznek részt. A Balkánon egyéni beosztásokban néha ez hosszabb, akár egy éves misszió is kötődik ez ahhoz, hogy olyan szintű vezetési funkciót hajt végre az adott katona, hogy azt egyszerűen értelmetlen lenne egy évnél kisebb időintervallumban rotálni. Maga a kiutazások biztosítása az egy talán egy egyszerűbb dolog, főleg a Balkánon. Most már elmondhatjuk, hogy mind a két helyőrségben, Szarajevóban és Pristinában is vízeljárat van, ez a katonák kapcsolattartását megkönnyíti. Emellett természetesen mi magát a rotációt, azt gépjármű technikai eszközökkel országúton hajtjuk végre, úgyhogy ezek a könnyebbek. A nehezebb a távolabbi missziók, mint Afganisztán vagy Irak. Azonban itt tudom önöknek elmondani, ahogy az Rényi 2026-ról is beszéltem már, hogy a Magyar Honvédség stratégiai légiszállító képessége az egyszerűen csak megalakult, mert eddig ez nem volt. 2 darab A319-es Airbusunk van már, folyik a felkészítés és a kiképzés ezen repülőtechnika használatára, és amennyiben ezek már azon a szinten lesznek, akkor a távolabbi rotációkat pedig légi úton saját erőből tudjuk majd megoldani. Ez egy lényeges könnyítés lesz a missziós katonáink számára. Mennyire fontos az, hogy a honvédség és a civil társadalom együtt működjön? Hol lehetne javítani, esetleg erősíteni ezen a kapcsolatot? Nem is kérdés, hogy együtt kell működni. És nem csak a honvédelme a haza érdekében, hanem a mindennapok során is. Hiszen a Magyar Honvédség nem egy különálló szervezet, a társadalomból jöttünk, és akkor, amikor kiválunk a haderőből, vagy nyugállományba vonulunk, oda térünk vissza. Én azt gondolom, hogy organikus kapcsolat van a két elem között. Javítani mindenképpen ott lehet, hogy a Magyar Honvédség nyitottabb, megmutatja saját magát, megmutatja a képességeit, részt vesz olyan társadalmi eseményeken, ahol a képességeket az egyszerű állampolgárok is látják, tapasztalhatják, tudják, hogy vagyunk, tudják, hogy képesek vagyunk a haza védelmére, látják azokat a fegyvereket, és látják a fegyvereket használni tudó katonákat is. Ez mindenképpen erősíti a társadalmi kapcsolatainkat. Hát köszönöm szépen, hogy itt volt a mai műsorunkban, ennyi fér, de én azt gondolom, hogy önről még biztosan sokat fogunk hallani, és nagyon-nagyon jó munkát kívánunk önnek a jövőben. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Önök az Esti Mérleget látták, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!